Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ha, és nem hoztam az órát se, gyönyörű, mennyi az idő? A faszom tudja. 6 óra 50. Nem, 5 óra 6 óra. 5 óra 50. 5 óra 50 van, úgyhogy indulunk Debrecenbe. Itt van mellettem István. Itt van mellettem Ricsi. És itt van Tamás is. Én meg az vagyok, aki eddig is, úgyhogy irány az autó és Debrecen. Meg vagyunk a reggeli kajával, ahogy láttátok, mindenki felkészült az útra. És mennyi az idő, Tomi? 6.30. 6.30, úgyhogy indulunk. Tomika vezet, a hátsó traktus meg nem látszik, de ők is itt vannak, úgyhogy go! És itt még lehet gőzölni. Mi a baj? Befújom a képébe. Befújom a képébe, ha bolond ez. Jobbra, balra, jobbra. Előttünk a végtelen stráda, hajrá! Yeah, take a butter to the maximum. My pager beeps, so you know, I fax him. Drink tequila too nice, back to back, son. She push it front to back, watch it work. Think I'm why she do that, she make it twerk. Lost in my thoughts, all the lights so pretty. Gone each of these nights, so petty. Take the world when we travel, take it with me. Don't tell her it's love, but she say she miss me. She look fantastic with that tan, make any basic freak if she needs no man. No manners, don't matter. Hands on the table, I can see the pattern. Got me on a patio. Na, most értünk ide Debrecenbe. Szépen slattyogunk már a vizsgálat helyszíne felé. Mínusz 10 fok van. Nem szakad le rólunk a kabát. Úgyhogy szépen bandukolnak a többiek is. Egyensúlyozunk a jégen, és mindjárt hívjuk Dávidot, hogy itt vagyunk, és mi a további teendő. Sometimes I think it'd be better to sever off all ties, live a lie before I die. Hypocrisy, you monstrous monster bees, hiding in the leaves and willing seas. Questions wondering if. Már az épületen belül vagyunk, illetve az objektumon belül. Még mindig sasszézunk a jégen, igen, Boris. És itt már nem lehet dohányozni. Elektromos cigarettázni sem, ezek szerint. Megérkeztünk végre az egyetem kutatók laborjához. Itt van mellettem Dr. Galuska László professzor úr, aki a vizsgálatot kezdeményezte, illetve nála gyűltünk mi is össze, és akkor egy pár szóval esetleg, ha tudná válaszolni nekünk a professzor úr, hogy miről van szó, és mire terjed ki tulajdonképpen ez a vizsgálat? Hát köszönöm, hogy eljöttek önkéntesként erre a vizsgálatra, aminek az a célja, hogy a e-cigaretta és a hagyományos cigaretta tüdő membrára gyakorolt hatását vizsgáljuk, illetve hasonlítsuk össze. Én azt hiszem, hogy nem lényegtelen, hogy egy hosszú távú belélegzett anyagnak milyen hatása van a tüdőre, és mindenképpen ezzel a vizsgálattal azt szeretnénk elérni, hogy egyértelmű és jól használható orvosi gyakorlatban megbízhatónak tartott módszerekkel adatokhoz jussunk. A cigarettáról, a hagyományos cigarettáról rengeteg tudományos adat áll rendelkezésre, közismert a légzőmembrára gyakorolt negatív hatása, de az e-cigarettáról lényegesen kevesebb adatunk van, különösen nincs adatunk a normális, fiziológiás, napi élettani körülmények között működő tüdőre gyakorolt hatásról. Tehát ezt szeretnénk tulajdonképpen ebben a vizsgálatban dokumentálni. A vizsgálat tulajdonképpen azon alapszik, hogy technéciummal jelzett DTPA-t
porrasztunk el ugyanúgy, mint ahogy ez a cigarettában is, ugye porrasztásba kerül ez a bizonyos, illetve gőz keletkezik, ugye egy nikotin tartalmú gőz szívnak be a cigaretta használók. Itt is arról van szó, hogy itt sűrített levegővel elporrasztjuk ezt a nagyon vízoldékony technécium DTPA-t, amit 2 percig belélegeznek a vállalkozók, vagy a jelöltek, és utána megnézzük, hogy 16 perc alatt milyen gyorsan ürül ez ki a tüdőből. Mert ez az anyag rendkívül stabil, nincs semmiféle vegyi hatása, vagy pedig olyan tulajdonsága, ami alapján a szervezetben tartósan megmaradna, vagy pedig ilyen toxikus tulajdonságai lennének. Tehát egy teljesen semleges anyagot belélegeznek. Egyetlen előnye van, hogy a technécium jelöléssel, mint egy ilyen fákját vívő lovas látó minden egyes molekulát idézőjelben, hogy az merre megy és mit fog csinálni. Na most ennél a vizsgálatnál az történik, hogy ezek a jelzett molekulák bejutnak a tüdő felületére, ott átjutnak ezen az alveolokapilláris membránon, majd a vesény keresztül a végén az összes változatlan formába kiürül. De az nagyon lényeges, hogy az átjutás sebessége hogyan történik, tehát az átjutás milyen gyorsan történik ezen az alveolokapilláris membránon. Ugye az alveolokapilláris membrán választja el az alveolus üregét, ahol belélegezzük a levegőt a másik oldalon levő kapillárisban levő vértől, ami tulajdonképpen nem igazi válasz, mert a vérben levő plazma, mint folyadék, az egészen az alveolus belső felületeig, ami egy nyákréteg, addig terjed, tehát ez egy folyamatos folyadékhídnak tekinthető, és ez a DTP, amikor bejut ebbe az alveolus bélelő nyákréteg felszínre, hogy becsapódik, azonnal feloldódik, és már megy is a kapilláris felé. Normális esetben egy meglehetősen lassú sebességgel. A dohányosoknál, ahol a szénmonoxid mérgező hatása miatt az alveolusokat bélelő lapámsejtek már eleve gyorsan elpusztulnak, majd pedig egy tartósan fennálló gyulladás van a kátrány és az irritáló anyagok miatt, ezért több benne a folyadék, ugye, tehát ödémás lesz az alveolokapilláris membrán, ezért a dohányosok tüdejében ez a transport, ez meglehetősen gyors. Ezt percekben meg szoktuk adni, hogy 100%-ról hány perc alatt csökken az 50%-ra a görbének a veregessége. Ilyen formán össze tudjuk hasonlítani, hogy a különböző inhalátumoknak mi a hatása erre az alveolokapilláris membránra. Na most eddig azt tapasztaltuk, hogy a e-cigarettánál, amelyikben nincs szénmonoxid, nincs kátrány és sokkal kevesebb feltehető, hogy az irritáló anyagtartalma és a gyulladást generáló komponensei is kisebb mennyiségűek, úgy tűnik, hogy sokkal kevésbé toxikus az alveolokapilláris membrára, magyarul sokkal lassabban a normálishoz hasonló mértékű üléssel megy át a membrán. Tehát az vizsgálati eredményeink azt mutatják, bár még nem összegeztük az összes mérési eredményt, hogy a cigarettával szemben ez egy tüdőkímélőbb dohányzási szokás, ami természetesen ettől még szenvedélybetegség, meg kötődnek hozzá az emberek, de legalábbis orvosi szempontból azt mindenképpen megalapozottan tudjuk ajánlani, hogy olyan krónikus cigarettát szívó dohányosoknak, akiknek érdekelne az, hogy egy tüdőkímélő dohányzási formára váltsanak, hogy ezt tudjuk ajánlani. Tehát éppen úgy, ahogy az angol királyi társaság megalapozott vizsgálatokkal ugyanerre a következtetésre jutott, mi is ott tartunk, hogy ha befejeztük a vizsgálatot és összegezzük, az előzetes eredményeink ezt alátámasztják. Nyilvánvaló, hogy nem mindegy, hogy az ember most végül is. Mi azt szeretnénk, hogyha dohányosok eldönthetnék
egyrészt, hogy ha már mindenképpen ragaszkodik a szenvedélyéhez, akkor dönthesse, hogy tulajdonképpen mit használ, tudja azt, hogy melyik a tüdőkímélő, melyik a kevésbé tüdőkímélő, tehát legyen tájékozott arról, hogy tulajdonképpen milyen, mit választhat, és mivel mit kockáztat. Tehát a többi az tulajdonképpen, én azt hiszem, hogy ez végül is személyiségi jog. Tehát a vizsgálat lényegét nagyjából elmondtam, a protokoll maga az úgy néz ki, hogy mivel itt egy kötődő, és itt, tehát egy szenvedélybetegségről van szó, az nehezen várható el, hogy az önkéntesek abba hagyják teljesen, és nikotinmentesen legyenek tetekig. Ezt szerettük volna természetesen, de ez kivitelezhetetlen, ezt nem vállalta senki. Tehát ezért maradtunk annál a formánál, hogy akkor kezdjük azzal, hogy először megnézzük a szokványos cigaretta használat mellett ezt a bizonyos alveolokapilláris membrán státuszt. Ezt jellemezni fogjuk a clearance félidővel, tehát a kiürülés, DTPA kiürülési félidejével, majd pedig megkérjük a önkénteseket, hogy egy hétre térjenek vissza a hagyományos cigarettához, cigaretta használathoz, egy hétes intenzív dohányzás után nézzük meg újra, és az eredményeket hasonlítsuk össze. Az eddigi eredmények, ahogy említettem, azt mutatják, hogy már az egyhetes dohányzásra való visszatérés is jelentős alvonó kapilláris membrán terhelést jelent a szervezet számára. Ha most megfordítom a helyzetet is, dohányosokat is néztünk természetesen, tehát a hagyományos cigarettázó személyek között, ott nagyon rövid CT-félértéket kapunk állandóan fönnálló kis, alacsony szintű gyulladás miatt, de 3 hét kellett volna ahhoz, hogy a teljesen abbahagyó dohányzás után a tüdő regenerálódjon. Ezt irodalmi adatokból tudjuk. Nagyon kevés, gyakorlatilag nem találtunk ilyen önkéntest, aki ezt vállalta volna. Tehát ezért ez vált most be, és én nagyon köszönöm azoknak az eciviseknek, akik eljöttek és részt vettek ebben a vizsgálatban, hogy legalább ezt vállalták, hogy tulajdonképpen felváltva meg tudjuk nézni az e-cigarettának a hatását és a hagyományos cigarettának a hatását, mert ahogy említettem, ennek elég fontos, társadalmi vagy legalábbis populációs hatása lehet. És arról mit lehet tudni, hogyha ez a vizsgálat sorozat lezárul, akkor hol és milyen módon lesz publikálva? Gondolok én arra, hogy hazai szaksajtóban, nemzetközi szaksajtóban, illetve lesz-e úgy publikálva, ahogy azt a hétköznapi ember is megérti egy hétköznapi nyelvre interpretálva. Természetesen ezeknek mivel hogy ez egy egyetemen zajló kutatás, ezeknek mindig az a célja, ez egyértelmű, hogy publikus legyen. Tehát már tavaly a Nukleáris Medicina Kongresszuson mi tartottunk erről egy előzetes előadást, illetve egy posztert szerepeltettünk a témáról, és most akkor még a beteg létszám úgy kicsi volt, tehát az 12 beteg körül volt a feldolgozott létszám, most már elértük a 20-at, tehát úgy 30 magasságába fogjuk lezárni, és jön a nemzetközi folyóiratokban való közlés, tehát valószínű, hogy vagy angol, vagy pedig európai, tehát a saját európai folyóiratunkban is, a European Journal of Nuclear Medicine-ben is megpróbálhatjuk leközölni, hogy ez érdekes. Én azt mondom, hogy az angol folyóirat azért referálható, mert amint említettem, az angol királyi orvostársága foglalkozott ezzel a kérdéssel, tehát lehet erre hivatkozni. Ennek a vizsgálatnak mondom, a legnagyobb újdonsága az, hogy élő emberen, hétköznapi körülmények között és az élettani folyamatban nem beavatkozva szerzünk ugye non-invazív módon adatokat. Tehát van ilyen tervünk, hogy
sőt szeretnék is megcsinálni még ebben az évben, ahogy a vizsgát lezárul, hogy ezt külföldön publikáljuk. Hát a hazai orvosi publikációk részben már zajlanak, tehát volt a Magyar Egészségügyi Társaságban már hangzott el előadás, részben határon túl is. Ezek előzetes előadások voltak, még ilyen előadások orvosi körökben lesznek ebben az évben. Hogy aztán a magyar egyéb sajtóhoz fog, mennyire lesz ez publikus, mennyire, mekkora érdeklődés fog kiváltani, azt nem tudom. Egy biztos, hogy a tüdőgyógyászok társasága is, illetve a tüdőgyógyászati kongresszuson is ez szóba fog majd kerülni, és valószínűleg tüdőgyógyász kollega is ott fog róla beszélni. Ezt fontosnak érzem, mert ugye a dohányzással kapcsolatos téma az a tüdőgyógyászok asztala idézőjelben, és úgy látom, hogy az e-cigaretta nem igazán jól ismert a tüdőgyógyászok előtt, és nem nagyon kezelik még a helyén ezt az egészet. És azon kívül, hogy hát kétségtelenül, szóval túlzónak tartom azokat a negatív tüdőkárosító véleményeket, amelyek eddig felvetődtek. Az igaz, hogy a hosszú távú hatása az e-cigarettának nem ismert, de a mi véleményünk is az, a nemzetközi szaksajtó alapján is, hogy rövid távon elsősorban a sokkal toxikusabb hagyományos cigaretta alternatívájaként mindenképpen szóba jön. Annyit hadd kérdezzek még meg négyünk, illetve a többi kutatásban résztvevő nevében, hogy ez az egy hét, ez mit fog nekünk okozni? Hát én csak az eddigi tapasztalatokra tudok hivatkozni. Az eddigi önkéntesek, akik részt vettek ebben a vizsgálatban, nem láttak semmi nehézséget abban, hogy visszatérjenek a hagyományos cigarettára. Ez kétségtelen, hogy aki már cigarettázott, és meg az e-cigarettát is használhat, az tudja, hogy a kettő között mi a különbség, vagy hogyan, mit érez, amikor vált. Egyébként más különösebb mellékhatása nincs, tehát hogy mondjam, csak drámai hatással nem kell számolni. Tehát ez. Na most egyébként a betegek vagy az önkéntesek kímélése szempontjából azért választottunk csak egy hetet, nem pedig hármat, mert ugye három hét alatt lehet ezt úgy igazán átállítani egy tüdőt idézőjelben, mondjuk a dohányzásra, és három hét az, amikor hát már úgy igazán be van jól füstölve egy tüdő, és úgy átállt a hagyományos dohányzásra, de hát mi úgy gondoltuk, hogy azért ezt fölösleges ennyi ideig elhúzni, hogyha már egy hét múlva is elég jól mérhetők a különbségek. Tehát a kérdésre azt tudom válaszolni, hogy eddigi tapasztalatok alapján az önkéntesek megtartották ezt megterhelőnek, hogy mondjam, egészségkárosítónak két dohányzás, hogy egyébként korábban dohányzóan belőle veszélyt. Hát, jó. Kíváncsian várjuk egyébként magát a vizsgálatot is, illetve hát majd a publikációt is, és az összefoglalót. Sok sikert kívánok hozzá. Érdeklődés, köszönjük szépen. És hát hogy említsem meg itt a Dávid, Rózsa Dávid biológus kollégám nevét, aki szintén e-cigarettás is nagy elánnal szervezte idáig ezt, és hálával tartozom neki, hogy segített ebben, mert egyébként meglehetősen nehéz találni úgy önkénteseket, hogy csak én próbálgattam még az utcáról is, beszerveztem embereket, ami elég fura volt, és kicsit szokatlan a Magyarországon, amivel letepertem e-cigarettázni embereket Debrecen főterén, de hát ezen már túl vagyunk, és nagyon köszönöm, hogy segítettek ennek a tanulmánynak az összeállításában. Mi köszönjük, professzor! Megvan a vizsgálat, elkezdődik az egy hét, ez lesz a nulladik nap. Doboz nem mutatunk, de mindenki előveszi a saját kis cigijét, és kérek szépen valakitől tüzet. Én leszek az első? Jó van nálad, akkor nyújtsa.
Ez kurva szar! Frankon olyan, mint mikor beleszívtál általános iskola végén. Duplasluk. Füst! 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 Nem gőz! Az már rámült. Rögtön tüdőre, ha? De ú, de büdös. Legután. Nagyon jó az valami étképzése. Valami pusztulat büdös. Gőzben nem túl kemény. Rögtön lehet, ez enyém, az DL. Igen? Megpróbálom én is. Hű, de jó. Hallod? Ez valami PG töbletű szar. Semmi füstje. De íze van már több, mi? Hallod? És mennyi nyál jön már? De mindjárt elszítem a szállat. Tehát, micsoda? Ez azt a kurva. Le vagyok maradva. Nagyon jó. Neked mekkora... Azt akartam mondani, hogy mekkora gőzöd van. Mekkora gőze van, ugye? Enyémnek nincs TH-ja, bakra. Nem, az enyémnek... Gőze nincs, de füstje se. Enyémnek TH-ja sincs. Tudtam, hogy ez lesz. Egyfolytában kapunk edepen. Annak a víztónak van TH-ja. Nem most, most még, hogy nem cigara... Tehát nem vagy aktív bagos, érzed mag... Ez így csípő a torkom. Nem csípi, de ennek van TH-ja ott fel. Anyémnak nincsen. Jaj, ne keménykedjél már. Nem, ez tovább a rájú. Ez így rájú a tüdődre, így rájú. Úgy ott van, bazd meg. Ott is, igen. Ott is a tüdődre is, és így lehúz, bazd meg. Meddig szívja meg. Ez így lehúz. Ez... Nem is tudom, hogy a kérdezem. Mint a izé, baseballosok. Izébe, csupasz biztosan. Most kezdem igazán. Ennél már el lehet dobni? Nem. Nem. Nézd már meg. Azt veszem észre, hogy nem akar fogyni. Vajon miért? Bazdány. Ugye hányok már tőle bakker? Már ciki a izébe kamera hát előtt köpködni, de borzasztó szar. Menjünk a hülyebagósok! Budapesti paraszt. Hol van egy kicsit? Nincs füst. De lehet, hogy azért nincs füstje, mert régi a cigi. A száradva igazából könnyebben kéne égnie. De igen, melegíti a kezed. Kurva jó. Ez nagyon jó. Na, én azt hiszem, ezzel végeztem az első ilyen vajnak. Ez meg... Fogban jó. Az első kivégezve. Induljunk! És milyen érzés dohányozni, Boris? Hallod, mert nem is vagyok éhes. Irány haza! Hány ingyen, akkor bátorom haza. Fú, de szar íze van a számnak. Nem lassan ég. Hát nem százas papírba kéne. Még egyet? Na, ne duruljál. Elszoktál tőle. Na nem, még abba. Hű, de jó volt az. Na. Nagyon jó. Olyan ízkérzése. Nem hiszitek el, nem mutatom a cigarettás dobozt, de ledobtam az égszíjat, hogy trópusi gyümölcs, mentol. Mi van? Mi van mentol? Nem, trópusi gyümölcs, és mi volt a másik? Fekete cserez? Fekete ribizlis. Banános. Banános. Banános mentol. Meg őrültök. Lehet, hogy... Hagyjuk a francba ezt az elcigi dolgot. Mindjárt rápöffentek még egyre. Ja, mindjárt rágyújtunk a kocsiba, de hát ez zseniális. Nem igaz, de ki fogjuk próbálni, hogy milyen. Tomi, kibontod ezt nekem? Ki? Menj a faszomba! Adjam egy szállat, légy szíves! Ez rohadt jó, banános gyerek. Ez a banános. Nem kell, van, köszönöm, nem szeretem az ikót. Ja, elfelejtettem. Kulaksághoz jár, a kulák Charlie Brown-os öngyújtó, nem érzem a banánt. 10 éve nem volt megtöltve. A legfontosabbat elfelejtettem, bementünk a trafikba, és egy doboz öngyújtó benzint vettem 650 forintért, a maradék pedig
2 doboz cigi volt, és így fizettem 3, azaz 3000 forintot. 2 doboz cigi, meg a benzin. Faszad. I'm impatient, you better move, you're too faded, you better move, I want your body, no rules, you want me baby, come through. Girl thicker than the oatmeal, take it to go, eating out, but it's no meal. Yo. She only shorter when it's no heels, roller up in the dough, so she knows real, wake up. Megint megálltunk cigizni. Aha. Egyre kevésbé szar, igaz? Várja, így itt is. Ez egy... még mindig szar. Igen, de nem úgy, mondjam. Nem úgy szar, tehát szar. Ez nem elsőre szar, ez már sokadjára szar. Az a helyzet, hogy patintgathatok én bármit ezen a bizbaszon. Így, az első slukkon lehet érezni talán, meg a másodikon, de utána világ vége. És tényleg csak azért szívjuk, mert kell, de... Hát meg azért már másikat nem lehet. Hol az én kis fincsi málnám? Vagy az én málnám. Na, vagy a te málnád. Úgyhogy a... TH az még hagyján, de... Egyébként lejöttem, mi az egészben a legösszebb. Nektek nem csipi a nyelveteket? Nem csipi a nyelvemet, nem csipi a nyelvemet. Viszont szar. Itt szembe van egy büfé, igen, nem jár az agyam ettől a nikotintól, úgyhogy megálltak a fiúk kávézni. Ez a második pihenőhely, ami, ahol megálltunk, meg az autóban még rágyújtottunk 2-szer, de világ vége. Úgyhogy remélem, hogy már csak otthon kell jelentkezni. Na, véget ért a mai nap, úgyhogy hazaértünk, Tomika hazaszállított. Kezdődik a adatok feldolgozása részemről, és most jöttök ti fiúk, nektek mik a tapasztalatok? Eddig leszívom ezt a szart, és már szédülök tőle. Ura a szar, az órom bedugult már a kocsiba. Borzasztó. Nincs TH-ja, füstje annyi se. Íze híje, ezen pattintos, de többiekében hiába pattintod, ez semmi íze nincs. Ha nem gyújtod meg, akkor van íze. Kurva szar. Szédülök tőle. De ez elmúlik egy olyan 10 perc alatt, ez a szédülés. De hamarabb beviszed azt a nikotint a szervezetedbe, ahogy mondtam a live-ba, mint az egyszerűen. Nos. Neked? Nos, hát élmény semmi. Kölgök. Tehát az folyamatosan végig az úton kölyögtem. Talán 6-700 cigi ment el az úton. Nem tudom pontosan. Nincsen 20 év dohányzás után semmi élmény. Nincs. Sőt, csak negatív, úgyhogy ezt nem biztos, hogy folytatni semmiképp. De csak javasolni tudom azt, hogy rakja le, aki tudja. Vagy aki nem tudja, az meg folytassa. Passz, szar az egész, szóval hagyjátok abba. Tomika? Hát így 8 szál után azt mondom, hogy nem hiányzik. Gőze? Füstje az nulla. Ez tényleg ez a... ennyi. Íze szar. Maga az egész metodika az már úgy nem jó tényleg, hogy nem az van, hogy beleszívok 2 így, mint az egycigibe, hanem el kell szívni. Kész. Nem jó. Büdös minden. És nekem, akinek semmi baja a gyomorsavval, most úgy érzem, hogy felmond a savam. Szóval így ennyit erről. Nem akarom én ezt folytatni. Oké, fiúk. Egy hét, és kész. Így van, ezt ki kell bírni. Vége van a nulladik napnak, és akkor most jöjjön az én kis összefoglalóm.
hogy hogy éreztem magam, és mik az én tapasztalásaim az első napról. Az első az az, hogy semmi pluszt nem ad az elektromos cigarettához képest. Tehát biztos nem én lennék az az ember, aki az elektromos cigarettáról rá fog szokni a hagyományos dohánytermékekre. Új ízt sem ad, bármennyire is szeretik azt hazudni, hogy mindenféle hangzatos név meg patron mögé rejtve azt mondják, hogy Vibe-ból, Ice-ból, Bright-ból és hasonló kulcsszavakat elhelyezve a dobozon jobban fog fogyni a termék. Higgyétek el, nekem most kipróbáltam őket, és semmit nem adott. Ha elroppantja az ember ezeket a plusz ízesítéseket, akkor maximum 2-3 slukkon keresztül érzi. És hogy mit érzek mellette? Egyszerűbb elmondani, hogy mit nem érzek. Nem érzek ízeket, nem érzem azokat az aromákat, amiket a 4-5 év alatt megszoktam. Viszont helyette érzek füstöt, meg füstöt, meg égett tiszt. Most értettem meg igazán, hogy miért nincs értelme annak, hogy dohányos íz. Olyat szeretnék szívni, mint mondjuk az XY dohánytermék. Semmi értelme nincs. Ennek égett, borzasztó rossz íze van. És köze nincs ahhoz, mint amit a dohányos likvideknél megszokható. Én nem szeretem őket, de amiket más megszokhatott. Egy dolgot elfelejtettem, hogy mi nincs még. Gőz. Gőz semmiféleképpen, de az a volumen, amit füstben vártam attól, hogy produkálni fogja a cigaretta, az sincs mellette. Viszont van rengeteg nyál. Borzasztó mennyiségű nyál, amit elindít a cigarettázás, és addig nem áll el, amíg abban nem hagyja az ember. Gusztustalan, büdös, nem tud vele az ember mit kezdeni, és tényleg csak azt érzi az ember, hogy mint hogyha dézsából öntenék a szájából a nyálat, úgyhogy semmi nem segít ezen. Ahogy láthattátok a videóban is, folyamatosan rágóztunk, próbálkoztunk mindenféle ízesített, patronos, roppantós cigiket használni, egyik sem segített. Még a rágó helyjel közzel, de az is olyan, hogy gyakorlatilag akkor egész nap rágózhatnék és köpködhetném kifelé minden cigarettázás után. Semmit nem használ. Úgyhogy, hát ennyi volt az első nap. Én rosszabbra számítottam, de már olyan szempontból, hogy nem volt fejfájásom, nem volt hányingerem, nem volt émeigésem, egy kicsit a gyomorszájam fájt, de ennyi. Úgyhogy leszedált hirtelen a 3000 forint, amit ki kellett két doboz cigarettáért plusz a öngyújtóba a benzinért fizetni. És ennyi. Kíváncsian várom az elkövetkezendő napokat, még rengeteg van hátra sajnos, tehát ez még a nulladik volt. Jövő hét keddig borzasztó sok idő van. Nem tudom, hogy fogom kibírni. Egy biztos, eddig a pillanatig 9 szál cigarettát szívtam el a mai napon, illetve a mai fél napon. Úgyhogy ha esetleg még ezután szívnék, akkor azt a holnapi mennyiséghez hozzá fogom adni. Hogyha esetleg nem néztétek meg az előző videót, amiben még elektromos cigarettát használtam, nézzétek meg azt is. Iratkozzatok fel a csatornára, jövünk még holnap is, azután is, és egészen a kísérlet, illetve a vizsgálat végéig jelentkezni fogunk, ahogy időnk engedi. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, sziasztok!